A gazdaság újraindítási akcióterv legújabb lépése a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön, a kis- és középvállalkozások újraindulását segíti. 10 millió forintos, 10 éves futamidejű kamatmentes hitellel segít a kormány. Varga Mihály hozzátette. Időt hagy a vállalkozásoknak a munkára az, hogy a hitel törlesztését csak 3 év múlva kell elkezdeni. A kormány újabb részletekről is döntött. Ezek közé sorolta a miniszter, hogy a felvett összeget a vállalkozások bérekre, járulékokra, rezsire, működési költségre és készletfinanszírozásra is használhatják. Varga Mihály közölte, a hitelprogram keretösszegét a kormány 100 milliárd forintban határozta meg, a gyorskölcsön lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank. Ahhoz, hogy a gazdaság újrainduljon, nem elég a korlátozások feloldása, forrásokra is szükség van. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön ebben nyújt fontos segítséget a legkisebb vállalkozásoknak. A cél az, hogy a gazdaság újraindításához és a munkahelyek teremtéséhez a magyar KKV-k is minél nagyobb arányban járuljanak hozzá.